Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 100 teljesen haszontalan filmes tényt hoztunk el nektek, amiket nem lenne fontos tudnotok, de mi akkor is elmondjuk őket. Gene Wilder csak azzal a feltétellel vállalta Willy Wonka szerepét, ha egy sétabottal nyithat, amit egy meglepetés bukfenc követ, így az egész film során senki sem tudta, hogy igazat mond, vagy hazudik. A Showgirls rendezője Paul Verhoeven volt az első győztes, aki személyesen vette át az Aranymálna díjat. A Disney a Visszajövőbe című filmet Marty és az anyukája között lévő fura viszony miatt utasította el. It's like I'm kissing my brother. A 14 éves Lawrence Fishburne hazudott a koráról, csak hogy játszhasson az Apokalipszis most című filmben. A 12 dühös embert mindösszesen 21 nap alatt forgatták le. A szédülés nyitó jelenetében egy második világháborús, eredetileg légvédelmi célra tervezett mechanikus számítógépet használtak, amivel bevezették a CGI-t a filmiparba. Hayao Miyazaki egyszer egy biciklit mentett ki a házához közel lévő folyóból, ami a Chihiro Szellemországban egyik jelenetét inspirálta. Jack Nance színész a radírfejbeli babát tüskének becézte. Chevy Chase visszautasította Lester Burnham szerepét az Amerikai Szépségben, amit aztán Kevin Spacey köszönt szépen, és így nyert egy Oscart. A Bosszúállók végjáték című filmben Tony Stark Én vagyok vasember utalása az utolsó pillanatokban pattant ki Jeff Ford vágó fejéből. Mielőtt híres színésszé vált, Michael Douglas a Szállakakuk fészkére című film producereként Oscart nyert, a jogokat hozzá pedig apjától, Kurttől kapta meg. And I asked him, because I was in love with it, could I run with it? Could I take this project over for your company, try to get it set up with you playing the part? And he agreed. Steven Spielberg egy kevésbé ismert színészt is szeretett volna a Ryan közlegény megmentésébe, azonban azt nem látta előre, hogy Matt Damon Good Will Huntingja hatalmas siker lesz. A Super Mario Brothers film forgatása olyan rémálom volt, hogy Bob Hoskins és John Leguizamo inkább betintáztak a felvételek előtt. És néha közben is. A Roger Nyúl a Pácban című filmben bizonyos jelenetekben Bob Hoskinst meg kellett animálni, ahol Bennyt a firkataxit vezette. Amikor Dustin Hoffman a Diploma előtt castingján szerepelt, azt hitték, hogy ablaktörlő, szóval lemosta az ablakokat. Angela Lansbury félt, hogy a Szépség és a Szörnyeteg névadó dalát nem fogja tudni elénekelni, de végül is elsőre sikerült neki. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Míg Randy Kerber zongorajátékát rögzítették az amerikai államhoz, Ryan Gosling a film kedvéért megtanult zongorázni, így nem kellett CGI-t vagy kézdublört használniuk. Luke Skywalker eredetileg Starkiller lett volna, de George Lucas úgy érezte, hogy a hírhedt szektavezér Charles Manson miatt ennek kellemetlen mellékzöngéje lenne. Stanley Kubrick rendező mindössze 6 nappal a halál előtt mutatta meg Tom Cruise-nak, Nicole Kidmannek és a Warner Brothersnek a tágra zárt szemek vágott változatát. Humphrey Bogart a saját ruhatárát használta a Máltai Sólyomban. Diablo Cody azért tette bele a hamburgertelefont a Junóba, mert gyerekkorában volt egy ugyanolyan neki is. Rob Reiner rendező leforgatott egy alternatív befejezést is a Herceg menyasszonyához, amiben az unoka az ablakból kinézve azt látja, hogy a négy hős a fehér lovaikon lebeg. Andrét, az óriást kábelekkel kellett megtartani a lovon. Road to freedom. And as dawn arose, Wesley and Buttercup knew they were safe. Florence Stoker, Bram Stoker özvegye, nem akarta a Dracula jogát odaadni a Prana filmnek, így született meg a nem hivatalos Nosferatu adaptáció és egy pereskedés is. A kínai negyedet eredetileg Jake Gatiss narrálta, azonban Roman Polanski rendező inkább kivágta ezt. Tommy Wiseau rendíthetetlenül meg akarta mutatni a hátsóját a Szoba című filmben, mondván, hogy másképp tuti bukta lesz a film. Hát, mondjuk így is az lett. A Muppet Show-ban Kermit egyik mocsáros jelenetéhez Jim Hensonnak egy egész napot kellett eltöltenie egy 200 literes hordóban. Igen, egy tó alatt. A Papírhal című filmben az akkor 9 éves Tatum O'Neill salátákkal megtöltött cigarettát szívott, az ujjaira pedig csiszolópapírt ragasztottak, hogy egy kézzel is meg tudja gyújtani a gyufát. You're too young to smoke. You're gonna set this whole place on fire.
Amikor a gyűlésen Forrest Gump mikrofonja nem volt bedugva, valójában azt mondta, hogy néha az emberek lábak nélkül térnek haza Vietnámból. Néha haza sem térnek, és ez roppant szörnyű. Gene Kelly 40 fokos lázzal énekelte az ikonikus címadó dalt az Ének az eső című film forgatása alatt. Come on with the rain, I've a smile on my face. Hogy Jack Nicholson gémbes hangulatba hozza a ragyogáshoz, Stanley Kubrick rendező 2 héten át sajtos szendvicsekkel tömte, amit ki nem állhat. Charmian Carr 16 helyett 21 éves volt, amikor Lizát játszotta a Muzsika hangjában, így csak 14 évvel volt fiatalabb filmbeli apjától, Christopher Plummertől, akiben egyébként belezúgott a forgatás során. Michael Caine annyira megijedt Heath Ledgertől a Sötét lovakban, hogy az első próbán még a szövegét is elfelejtette. A gyaloggalop stábjának a költségvetésből nem futotta igazi lovakra, ezért helyettük kókuszdiókat használtak. Habár a forgatókönyve miatt Oscart nyerte, az aranypolgárt mégis kifújolták a díjátadón, mivel a médiaóriás William Randolph Hearst iklette a filmet, aki ezért lejárató kampányt indított. Az 1990-es években a Teeny Ninja Teknőcök volt a legtöbb bevételt hozó indie film egészen az Ideglelés megjelenéséig. Marilyn Monroe szerződésében benne volt, hogy csak színes filmekben vállal szerepet, de miután látta Jack Lemmon és Tony Curtis sminkjét, a Van, aki forron szereti című filmmel kivételtett. A Universal beperelte a Nintendo-t, mert szerintük a Donkey Kong a King Kongot másolta, de John Kirby ügyvéd sikeresen érvelt azzal, hogy a történet és a karakterek köztulajdonban vannak. A Terminátor 2-ben Linda Hamilton ikertesója Leslie játszotta pár jelenet erejéig a Sarah Connor külsejű T-1000-est. Get out of the way, John! Shoot! Hollywood teljesen abban a hitben volt, hogy a Hófehérke és a Hét Törpe hatalmas bukás lesz, ezért Disney ostobaságának is nevezték. Hát, finoman szólva is tévedtek. Miután a Disney vezető David Fogel 3 millió dollárt fizetett a hatodik érzékért, kirúgták, a filmgyártási jogait eladták a Spyglassnek, és csak a forgalmazói jogot, illetve a bevételek 12,5%-át tartották meg. Miközben Steven Spielberg megtekintette a Jurassic Park egyik animációját, megkérdezte Phil Tippett stop motion művészt, hogy véletlenül nem munkanélküli-e. Erre Phil rákontrázott, hogy úgy érti kövület, ez a párbeszéd végül még a filmbe is bekerült. So what are you thinking? We're out of a job. Don't you mean extinct? A sztárság előtt Ben Affleck és Matt Damon statiszták voltak a baseball álmok egyik Fenway Parkos jelenetében. That's true. Yeah, Ben and I were extras in that. Actually, just to go to Fenway. A Vágy villamosa című film előre haladtával a lakás egyre szűkebbé válik, ami szimbolizálja Blanche szűkülő elme állapotát. Peter Jackson a Gyűrűk ura című trilógiájában a Ginnit játszó Joris Davis szilszakál hangját is kölcsönözte. Many of these trees were my friends. Creatures I had known from nut and acorn. I'm sorry, Tripiot. They had voices of their own. Miután Alan Rickman megkapta a szerepét a Harry Potter és a bölcsek kövében, J.K. Rowling elárulta neki, hogy fog végződni Perseus Piton története. Tom Selleck annyira ragaszkodott a Magnum nevű sorozathoz, hogy inkább elutasította Indiana Jones szerepét, pedig az 1980-as színésztrájk miatt eljátszhatta volna azt is. A Kincsvadászok egyik kivágott mellékszálában 2 gorilla meglépett az állatkertből, és elkötötték Troy autóját. Francis Ford Coppola kérlelte George Lucast, hogy készítsen valami könnyedebbet és mainstreamebbet, így született meg az American Graffiti. Eredetileg John Hughes írta a Dumb és Dumbert, amelyet aztán eladott a Farrelly testvéreknek. Amikor a Fargo szereplőinek háttértörténeteit találták ki, Francis McDormand és John Carroll Lynch úgy döntött, hogy Marge és Norm is a rendőrségnél szolgáltak, azonban mikor összeházasodtak, Norm leszerelt, mert Marge-ot tartotta a jobb rendőrnek. Hogy növeljék a két rivális banda közti feszültséget, a West Side Story forgatás alatt a Jet és a Shark színészeit elszeparálva tartották és arra bátorították őket, hogy nyugodtan cseszegessék egymást. Sigourney Weaver az Anyhole-ban debütált. Mivel Robert De Niro szerint a hamis pénzek nem voltak elég autentikusak, ezért a nagymenők egyik kellékese a saját zsebéből adott neki $5000 a felvételek során.
I mean, the bartender got 100 just for keeping the ice cubes cold. A Kallódó emberek volt az utolsó befejezett film, amiben Marilyn Monroe és Clark Gable még a haláluk előtt játszottak. A Pszichó volt az első olyan mainstream film, amiben lehúzták a WC-t. Hogy családias légkört teremtsenek, a keresztapa színészei civilben is együtt vacsoráztak. A Reszkesetek betörők című filmben a Daniel Stern arcára helyezett tarantula valós volt, és Barrynek hívták. Leonardo DiCaprio elutasította Meg szerepét a Hókusz Pókuszban, hogy játszasson a Gilbert Grape-ben, amiért Oscarra is jelölték. A bűbáj egyik táncoló statisztája többek között a Mary Poppinsban is szerepelt, mégpedig kéményseprőként. A rendező Sam Raimi eredetileg a Sötétség serege című filmet a középkori holtaknak akarta nevezni, de a Universal nem rajongott az ötletért. See this? This is my boomstick! Hogy a Casablanca-ban magasabbnak tűnjön, mint Ingrid Bergman, Humphrey Bogart ládákon állt és párnákon ült. A Bárányok hallgatnak című filmet majdnem Gene Hackman rendezte, és az FBI ügynököt Crawfordot is ő játszotta volna. Az Óza Csodák Csodája című musicalben Asbestet használtak a húhoz és a boszorkány lángoló seprűjéhez. A Sikoly eredetileg a Horrorra akadva címet kapta volna. A filmrendező Ivan Reitman Batman szerepéhez Bill Murray-t, Robin szerepéhez pedig Eddie Murphy-t javasolta az 1989-es kasszasikerben. What are you? I'm Batman. Dooley Wilson, aki a zongorista szemet alakította a Casablanca-ban, valójában dobos volt. Az E.T. a Földön kívüli kezdetleges forgatókönyvében Elliotnak volt egy legjobb barátja, akit Corey Feldman játszott volna. A Star Wars egy korai vázlatában úgy írták le Han Solo-t, mint egy hatalmas zöld szörny, orr nélkül és gigantikus kopoltyúkkal. A Wall-E jelentése lánctalpas, limlom és hulladékkezelő. Számos Disney animátor inkább a Pocahontason akar dolgozni, mint sem az Oroszlán Királyon, mert úgy gondolták, hogy abban több a potenciál. It's a hit! It's got hit written all over it. Lion King, on the other hand, is kind of an experiment. We don't really know if anybody's gonna really want to see it. Longinus Fernandez koreográfust véletlenül kifelejtették a Gettó milliómos táblistájáról, ezért a rendező Danny Boyle az Oscar díjátadós beszédében köszönte meg munkáját. Az a hír járta, hogy miután Clark Gable megmutatta csupasz felső testét az Ez történt egy éjszaka című filmben, a trikók eladása rohamosan visszaesett. A Meglógtam a Ferrarival című film olyan jeleneteit kivágták, ahol a főszereplő fiatalabb testvérei szerepeltek. A Szörnyszülöttek című film gerlepárját, Hansot és Fridát két testvér, Harry és Daisy Earth alakította. A Ne bántsátok a Fekete Rigó című filmben a Tom Robinsont játszó Brock Peters mondta a gyászbeszédet Gregory Peck temetésén. A Harry és Sally című film egyik ikonikus mondatát, amit Rob Reiner anyukája ezt elmondott, Billy Crystal találta ki. I'll have what she's having. Jim Carrey a Truman Show egyik legjobb jelenetét csak improvizálta. Az Észak-Észak-Nyugat című filmet tartják az első Bond filmnek, ami 3 évvel előzte meg a Dr. No-t. Doug Jones színész egy mukkot sem beszélt spanyolul, amikor elvállalta Faun szerepét a Faun labirintusában. Debemos asegurar de que vuestra esencia no se ha perdido, que no os habéis vuelto una mortal. A Szemet Szemér című filmben Radio Rahim szeret, nem szeret monológiával a Vadász éjszakája című film előtt tisztelektek. Sidney Poitier ragaszkodott ahhoz, hogy a Forró éjszakában című filmben Tibbs pufozza vissza Andy Cuttot. Az Álom luxus kivitelben című filmben szereplő Moon River dalt direkt úgy írták, hogy Audrey Hepburn hangtartományának megfeleljen. Stanley Kubrick az egyetlen Oscar-díját a 2001 űrodüsszelja című film effektjeiért kapta. Shrek hangját eredetire Chris Farley kölcsönözte volna, sőt a legtöbb dialógust már fel is vették, azonban hirtelen elhunyt. A Ponyvaregényben szereplő pénztárca valójában Quentin Tarantinoé volt. Az 1978-as Supermanhez Christopher Reeve a Párduc Babyben szereplő Cary Grantről mintázta Clark Kentet.
Amikor a Warner Brothers a Beetlejuice címét házi szellemekre akarta változtatni, Tim Burton viccesen rákontrázott, hogy akkor legyen már Scared Sheet lesz, ami utal a félelemtől való becsinálásra és a lepedős szellemábrázolásra is. És ami még viccesebb, hogy fontolóra is vették. John Payne írta egy soha meg nem jelent folytatást a Csoda New Yorkban című filmhez. A Rosemary gyermeke című film nyitó altató dalát Mia Farrow adta elő. Az Aranytó című filmben Harry Fonda karakterének a szerencsés kalapja Catherine Hepburntől származik. A kalap a nő elhunyt párjáé Spencer Tracy volt. Warren Beatty színész 40% részesedést kapott a Bonnie és Clyde című film bevételeiből, míg Arthur Penn rendező csak 10%-ot. Al Pacino csak improvizálta az átikási jelenetet a kánikolai délutánban. A Piszkos Harry című film skorpióját a Zodiákos gyilkos iklette. Morris Lemar szinkronizálta Orson Welles-t az Ed Wood című filmben. Eddie Murphynek felajánlottak egy szerepet a Szellemirtokban, de ő inkább a Beverly Hills-i zsarut választotta. Az Elnök emberei című filmben valóban a Washington Post szemeteit használták fel, hogy hiteles legyen a szerkesztőség szobája. Mel Brooks számos gépezetet használt fel újra az eredeti Frankensteinből az ifjú Frankensteinhez. Tonight we shall ascend into the heavens. Miután a valódi Jake LaMotta megnézte a Dühöngő Bika című filmet, megkérdezte a feleségétől, hogy tényleg ilyen szörnyű volt-e, amire azt válaszolta, hogy nem, rosszabb. Az 1954-es Godzilla indította el a leghosszabban futó filmes franchise-t, amivel a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A Közösségi Háló című film kezdő jelenetét 99-szer vették újra. Az meg ez nem lehetett volna a 99. helyezettünk? Nektek lapul még valami random filmes fekt a tarsolyotokban? Írjátok még nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!